Kiből lehet jó vállalkozó? Ez tehát a nagyon egyszerű kérdésünk, de Ágzi a coach lesz a segítségünkre ennek a kérdésnek a megválaszolásában, akit nagyon nagy szeretettel köszöntünk. Üdvözlöm én is a hallgatókat! Kezdj csókolom, Zita! Üdvözlöm, Márton! És hát attól tartok, hogy erre nagyon egyszerű kérdése nem is olyan nagyon egyszerű a válasz, jól sejtem? Igen, ha rögtön én kapom a kérdést, akkor igen, szívesen csatlakozom ehhez a témához. Nagyon sok oldalról lehet megközelíteni, hogy kiből lehet ma jó vállalkozó, akár szakmai, akár emberi oldalon is el tudnánk indulni. Az én személyes tapasztalatom alapján azt tudom mondani, hogy három fogalom köré tudom csoportosítani azokat az ismeretségi körömben, akiket ma sikeres vállalkozónak látok és tapasztalok. Ők mind a hárman, három témára, tehát mindannyian három dologban egyformán jók, és egyformán fejlesztésre nyitottak. Az egyik az a sales management, hogy egy angol kifejezést is behozzak, és ez minden, ami az értékesítéssel kapcsolatos, hiszen egy vállalkozónak az nem kérdés, hogy az értékesítés áll a tevékenysége fókuszában. A másik a people management, ami az emberekkel való törődést, foglalkozást, az embereknek a vezetését értelmez alatt, akkor is, hogyha egy személyes vállalkozásról beszélünk, hiszen önmagamat is akkor is vezetőként tartom számon. A harmadik pedig a time management, ami a vezetőnek az időbeosztását, a priorizálását, a sürgős, fontos dolgoknak a kellő a rangsorolását jelenti. Úgyhogy én azt látom, hogy ez a hármas egység az, ami jól tudja szolgálni azt, hogy mint egy háromlábú szék, aminek mind a három lába egyformán fontos, az értékesítés, a kollégák és a saját időm beosztása. Ez egy nagyon leegyszerűsített vázlat, de talán kiindulásnak lehet jó. Egyébként az ilyen praktikus szempontok mellett van-e olyan, hogy vállalkozói karakter? Tehát ez egy ilyen jól beazonosítható állatfajta, vagy pedig mindenki vállalkozó, csak még nem tudja magáról. Tehát melyek azok a tulajdonságok, amivel egy sikeres vállalkozónak rendelkeznie kell, ön szerint? És van-e ilyen? Egészen biztosan tudunk készségeket, képességeket tudnánk hosszan sorolni. Ennek akár a szakirodalma, akár a publikus hétköznapi értelemben vett támogatói szakkönyv irodalma is nagyon, nagyon bő. Én mégis azt gondolom, hogy kiindulásképpen nagyon sokat számít az, hogy mennyire vagyok tisztában reálisan az én saját egyéni személyiségemmel, képességemmel, attitűdömmel. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon sokféle változás elképzelhető, ha reális önismerettel indulunk neki az útnak. És ez azt jelenti, hogy valószínűleg mindenki másban jó és másban érzi magát fejlesztésre éretnek, de az, hogy egy egészséges és sok szempontból megalapozott tényekre alapuló önismerettel rendelkezzem-e bármilyen korban, ez elengedhetetlen ahhoz, hogy én a vállalkozói létbe fogjak, vagy egy következő szintre emeljem a vállalkozásomat. Sok példát látok abban, hogy alkalmazottból hogyan tudnak vállalkozók lenni. Ugye az alkalmazotti lét egészen más attitűdöt jelent, és egészen más hatások érik az alkalmazottat, akár vezetőként, akár beosztottként, mint amire a vállalkozói világban számítani lehet. Tehát itt azt gondolom, hogy egy nagyon komoly attitűdváltáson érdemes felkészülni, és akkor itt már is behozom azt, hogy mennyire vagyok nyitott a változásra. Az eddigi életemben milyen helyzetekben volt, amikor meg tudtam tapasztalni, hogy én tudtam rugalmas lenni, tudtam alkalmazkodni, tudtam más szemlélettel nézni a világot, másfajta döntéseket hozni, és ez lehet magánéletbeli tapasztalat is, mert az is tud segíteni a vállalkozó válásom vagy indulásom útján. De én arra biztatok mindenkit, hogy tegyen egy ilyen nagyon részletes szakmai magánéleti összegzést, akár így az évvége felé, ennek így egyébként is van egy ilyen nagy tendenciája, hogy akkor itt nem tudom, összegezzünk és célokat tűzünk ki. Én nem szeretem ezt mindig nagyon az évvégéhez kötni, mert erre bármikor szüksége lehet az embernek. Lásd, ez a pandémia is egy ilyen alkalom volt, ami
ami arra hív, hogy gondolkodjunk egy picit magunkról, álljunk meg, és kezdjük el ezt tisztázni. Ezt lehet egyedül is, nagyon sok segítség van az interneten, és lehet valamilyen szakember tanácsadó segítségével is, de ez a reális önismeret, ez szerintem a nulladik pont. Ez az ön szakmája, mint coach, hogy megvilágítsa, hogy kinek milyen a személyisége, és ha már az önismeretről beszélt, akkor nyilván vannak olyan személyiségtípusok, amelyek azért alkalmassá teszik az embert, hogy inkább vállalkozó legyen, vagy adnak egy esélyt, hogy ezt megpróbálja ezt a kihívást. Tehát milyen személyiségtípusok segítenek, vagy kedvezőek ahhoz, hogy valaki vállalkozóvá váljon, vagy ha már esetleg vállalkozó, az abban is segít, hogy egy csapatot mondjuk összeállítson, és bizonyos személyiségtípusok, amelyek kiegészítik egymást, azok tudatosan legyenek egymás mellé állítva. Tehát vannak ilyen személyiségtípusok, amelyek vállalkozók számára nem árt, ha tisztában van, akár a sajátjával, akár az embereivel? Igen, én az első válaszom, ez egy ilyen nagyon közhelyes válasz lesz, de megmagyarázom, hogy mit értek ez alatt. Én azt gondolom, hogy bármelyik személyiségtípus tud ma sikeres vállalkozó lenni. És ebben nagyon nagy szerepét látom ma annak az online marketing világnak, ami abszolút teret hordított, és még további óriási piaci lehetőségeket látok. Személyiségtípustól függetlenül. A közhelyes válasz talán az lehet, hogy persze, aki extrovertált személyiség, és kidumálja a hasamat is, és mindenkinek mindent el tud adni, talán első ránézésre ő tűnik alkalmasabbnak. Én azonban messze nem látom ezt ennyire karakteresnek. Ma már nagyon sok visszafogottabb típus, akár zárkozottabb típus ugyanolyan jól tud érvényesülni a vállalkozói világban. Én értéknek tekintem azt, hogyha valaki introvertált, nagyon sok értéket hordoz, nagyon sok előnye van, és ugyanez elmondható az extrovertált, a nyitottabb típusúakról is. Mind a kettő meg tudja találni azt a közeget, ahol az ő egyedi szaktudása, az ő különleges képessége valaki másnak, vagy másoknak a szolgálatára állhat. Az biztos, hogy vezetőként más kihívásai vannak egy extrovertáltnak és egy introvertáltnak, ha maradunk ennél a nagyon leegyszerűsített két típusnál, mert hogy vezetőként más dolgok lesznek nekik könnyebbek, vagy éppen nehezebbek, akár az emberekkel, akár az időbeosztással kapcsolatban, de én ma nagyon nyitottan állok, és én magam is bátorítom azokat az ügyfeleimet, akikben van valamilyen bátortalanság, mert nem tartják magukat elég dumásnak, ha szabad ezt a kifejezést használnom. Nem feltétlenül kell ma nagy dumásnak lenni ahhoz, hogy jól tudjak értékesíteni, és nem feltétlenül kell nagy csapatot sem magam köré szervezni, hogy komoly árbevételű forgalmú céget fel tudjak építeni. Óriási a szabadság ma ebben a világban, ebből adódóan nagyon könnyen elveszve érezheti magát ma az, aki elindulna pontosan ez a bőség miatt. Úgyhogy én ilyenkor azt szoktam mondani, hogy nagyjából az ember felnőtt korára már kialakul egy én képe magáról, ezt az én képet érdemes pontosítani, és ez alapján, ha megvan az a téma, amit szívelélekkel szeretek csinálni, akár eddig szabadidőmben tettem, akkor én maximálisan hiszek abban, és látom a példákat, hogy fel lehet arra építeni, akár munka mellett, akár kiváltva utána az alkalmazotti létet, igenis egy önmagát, a családot eltartó vállalkozást. Akkor is, hogyha én egy csendesebb típus vagyok, és nem feltétlenül arra gondolok, hogy akkor nem tudom, én csak regényeket írok a laptop mögött, vagy csak az informatikusok lehetnek ma ilyenek, mert számtalan más példát tudok erre mondani, akik így az online téren keresztül tudnak vevőket találni, tudnak minőségi értéket nyújtó szolgáltatást közvetíteni. Úgyhogy, akkor, igen.
Ez azt is jelenti ön szerint, hogy akkor nincs olyan embertípus, akinek ne lenne való a vállalkozói lét? Vagy azért van olyan, hogy mondjuk akár ön coachként a gyakorlatban azt mondja, hogy figyelj, neked ez a terep nem való? A coachként elsősorban az én felelősségem, és ahogyan én dolgozom, az út, amiben ráébredhet a partnerem, hogy ez való neki vagy sem. És azt gondolom, hogy nem találkoztam még karakteresen olyan, akinek valami ne lett volna való, kivéve akkor, hogyha az, amit nagyon szeretne, és az, amit ezért, amilyen módon kellene változni ezért, azt nem tudja megtenni. Tehát mondok példát, ha én eddig megszoktam az alkalmazotti létet, és beszélgetünk arról, hogy a vállalkozásnak vannak kockázatai, más a stressz helyzet, és egy igazi, jellemformáló, személyiségformáló élethelyzet az, ha valaki vállalkozóvá válik. És ebben ön borzasztó nehezen éli meg azt, hogy itt egyik napról a másikra változnak a körülmények, hogy az ügyfél visszamondja a megbízást, hogy nem úgy jönnek a bevételek, ahogyan szeretné. Tehát ha valaki nem tudja magában ezt a képességet kifejleszteni, megerősíteni, akkor előbb-utóbb nem lesz neki való, és a vissza is fog térni az alkalmazotti létbe. De ezt anélkül, hogy meg ne tapasztalná, nem fogja tudni egyértelműen eldönteni, én pedig nem fogom tudni ezt neki mondani, ez nekem nem dolgom. Hm. Úgyhogy ez olyan, mint az úszás. Ha megvan a lelkesedés, akkor bele kell magunkat vetni abba a vízbe, és van edző, aki a partról szurkol, meg lehet gyakorlatozni a parton, de azért a vízben az igazi tapasztalat. A coach, az, aki edzi a mély vízben, oszkáló derékenés. De ha már erről beszél, hogy van-e lelkesedés, a motiváció fontossága az mennyire játszik szerepet egy vállalkozó lelki világában? Tehát vannak olyan motivációk, amik jó motivációk, amelyek segítik őt előre az ő karrierjében, az ő céljai elérésében. Mondjuk a pénz lehet ilyen motiváló erő? Vagy egzisztencia teremtés lehet ilyen motiváló erő? Egy fiatal, pályája elején álló valakinél, akinek nincs nagy tapasztalata, viszont nagyon szeretne valamit elérni, létrehozni, vagy az értékteremtés, tehát ezek a motivációk, ezek vajon segíthetik-e azt, hogy az ember megtanulja ezt a szakmát? Igen, bocsánatot kérek. Honnan is kezdjem ezt a motivációt, mert a lényeget akarom röviden összefoglalni, mert az időm gondolom közben halad. Amikor valaki ebben gondolkodik, hogy ő elindít egy vállalkozást, vagy nem megy vissza alkalmazottnak, és akkor már tudjuk, hogy miért, mert számtalan indoka lehet. Legelőször a pénz és az egzisztencia az, amit hallok az ügyfelektől, mint motiváló erőt. És ez valóban fontos lehet indulásnak, mint amikor a motort berúgjuk, megadja az alapjáratot, hogy van bennem egy ilyen, én azt szoktam mondani, hogy ez külső motiváció, de az igazán emberpróbáló időkben a belső motiváció, az a belső hit és az a belső tűz tudja ébren tartani a problémák ellenére is bennem a kitartást, hogy ne adjam fel. És én azt szoktam mondani, hogy ez is olyan, hogy minél több lábon áll a motivációm, annál inkább tudok mibe kapaszkodni. Nem, nagyon nehéz úgy vállalkozni, hogyha én csak a pénzt látom benne. Ezért mondtam azt, hogy az elsődleges az, hogy azt lássam, hogy mi az, amit én szívvel, lélekkel tudok tenni. Van egy nagyon-nagyon talán provokáló kérdés is, amit felszoktam tenni többször az ügyfeleknek, ahol most dolgozik, amivel most foglalkozik. Tennie azt akkor is, ha nem kapna érte fizetést, ha nem lenne érte bevétele. És ez úgy sokszor segít elindítani, vagy egy picit lecsendesíteni a kavargó elménket, hogy vajon tényleg azzal foglalkozom-e, amivel szívem szerint szeretnék. És én azt is értem, hogy ha nem, mert van egy megélhetési kényszerünk, egy hitelünk, egy családunk, akit el kell tartani, de hosszú távon én arra inspirálom az én ügyfeleimet, hogy találják meg mellette azt,
amit szívvel lélekkel tesznek. Lehet, hogy az elején még nem pénzért teszik, de ha ebbe beleállnak és megélik ennek a sikereit, mert akkor sikerek szoktak jönni, akkor egy következő lépés az, hogy hogyan tudom én ezt anyagilag is jövedelmezővé tenni. Vagy ezt a motivációt, ezt létre lehet hozni mesterségesen kívülről, vagy ez vagy van, vagy nincs? Mennyire lehet ezt így stimulálni, ezt a lelkesedést, vagy egyszerűen követ az ember mintákat, példákat, hogy tudja magát felkublizni egy vállalkozó, hogy még motiváltabb legyen? Röviden azt tudom mondani, hogy kezdjen el sokat foglalkozni a vágyaival. És ez most nagyon pejoratívnak, vagy leegyszerűsítőnek tűnhet. Önzőnek, igen, de hogy minél több időt tud azzal abban a gondolatkörben eltölteni, hogy hová szeretne ő eljutni, milyen életet szeretne, milyen körülmények között, milyen típusú tevékenységben, kikkel szeretne együtt dolgozni, mit szeretne adni szolgáltatásként, értékként. Minél tisztább ez az úgynevezett vágyott kép, és én ezen elég sokat szoktam dolgozni az én ügyfeleimmel, mert nehezen indulunk el, nehezen szakadunk el a mindennapi operatív üzemmódunktól, de minél tisztább ez valami olyan belső tüzet ébreszt fel, ami utána már tud abba segíteni, hogyha megvan ez a kép, akkor utána onnan visszafelé tudunk tervezni, hogyha ez a vágyott állapot, akkor mit kell nekem ezért tennem? És már is feladatokba tudjuk fordítani azt a cselekvés sort, ami elvisz engem azon az úton afelé, a cél felé. És akkor én ezt most itt meg is ragadom az alkalmat, hogy ez a cél, én már nem nagyon szeretem azt, hogy célmeghatározás legyen, és adjunk lépéseket, és tűzünk ki határidőt, mert ez egy nagyon fontos eszköz, de nem innen indul az igazi út megtervezése, és ebben sokat tudnak segíteni, hogyha a környezetünkben nézek, akár interneten, akár a könyvekben nézek nagy sikeres nagyvállalkozókat, sikeres középvállalkozókat, az én környezetemben, én Szolnokon élek, az én városomban sikeres embereket, hogy vajon milyen gondolkodásmódban indultak el. És mindegyiknek volt egy nagy álma, mint ugye Lincolnnak, és mi messzire vagy messzire érezhetem magam tőle, de mégis a mód, ahogyan elindult, ahogyan gondolkodott, az egy fajta álommal, egy vágyjal kezdődött, és onnan érdemes már visszafelé építkezni, és akkor már van értelme célkitűzésről beszélni, és feladatokról beszélni. Egyébként, amit említett Márton, hogy vannak ebben hozott minták is, tehát az egy másik része ennek akár ennek a területnek, mint motiváció, hogy milyen példákat látok magam körül. A legerősebb mindig a szülői példa. Tehát a szülői példában látok-e olyat, ami engem inspirált akkor, és még ma is jó szívvel emlékszem rá, erőt tudok belőle meríteni. Nem mindenkinek vannak ilyen személyes példái, de ha nincs a családjában, akkor kell keresni, érdemes keresni a környezetében. Úgyhogy ez is nagyon, nagyon sok olyan belső hitet tud adni, amire én azt gondolom, hogy erre alapozva tud igazán elindulni, vagy egy zökkenőkor tovább tud lépni. Én a belső erőmet keresem, akár én magam is, mint vállalkozó ilyenkor. Ez nagy büszkeséget tud adni, amikor valakinek nincsenek ilyen mintái, viszont mégis sikerül kitörni, hát ők lesznek a hősök, akik annak ellenére tudnak magukba valami víziót csiholni, hogy ezt nem biztos, hogy egyenlő feltételekkel indultak másokkal, egy szinten voltak az indulásnál, és ennek ellenére mondjuk sikerült megkapaszkodni és elérni. Most egy politikust említett, az Egyesült Államok egyik elnökét, hát ott is a politikában is a víziónak kiemelt szerepe van, akár csak egy vállalkozásban, tehát ez egy nagyobb kép. Igen. A vízióról mi a véleménye? Ez mennyire fontos ahhoz, hogy ilyen módon a motiváció az állandó legyen, ne a burnout szindróma és az állandó lebegés szélsőségei között hullámozzon egy ember, hanem legyen egy mindennapi
belső tűz, ahogy ön is említette? Igen, azt, hogy mi az én vágyam, mi az én vízióm, hogyan szeretnék élni, hová szeretnék eljutni, ezek azok a kérdések, amik első hallásra túl általánosnak tűnnek sokszor a mindennapokban, ha én ezt elkezdem feszegetni, de ha egy picit le tudunk csendesedni, és most ezt másodjára alkalmazom ezt a kifejezést, mert igazán azt látom, hogy sokszor ez nehezen megy. Ugyanakkor hosszú távon én azt látom, hogy az adhat egy muníciót, ha ez a vízió, ez az általam vágyott állapottal, én tulajdonképpen rendszeresen tudok kapcsolódni. És ez több, mint amikor ábrándozok arról, hogy de jó lenne jövő nyáron megint Horvátországba a tengerparton nyaralni, mert az is tud engem dopingolni, de minél nagyobb a kép, és minél inkább ki tudom bontani a részleteit. És azért ennek persze már megvannak a maga technikai lépései, ebben egy szakember sokat tud segíteni, egy tanácsadó, hogy hogyan tudom ezt magamnak megfogalmazni. Ebben a vízióban én azt látom még gyakori hibának, hogy egy-egy életünk egy-egy területére fókuszálunk, és akkor abba mindent beleadunk. És amikor vállalkozó vagyok, akkor aztán minden más háttérbe szorul, mert van bennem egy olyan hajtóerő, hogy én ezt meg kell, hogy mutassam, én ezt sikerre fogom vinni, hajt a tűz. És nagyon sokszor arról megfeledkeznek, hogy ez akkor tud stabil lenni és harmonikus lenni, hogyha többi életterületemet sem írom le, és nem hanyagolom el párkapcsolatot, a gyermeket, a baráti társasági kapcsolatot, amire nagyon könnyen mondjuk most azt, hogy nincsen rá időm most. És én arra biztatok mindenkit, hogy amikor egy vízióról beszélünk, akkor életünknek a néhány fontosabb területét azt igenis vegyük górcső alá, és nézzük meg, hogy ott azért melyikre hogyan tudok figyelmet adni, hogy ne csak a vállalkozásomról szóljon. Mert aztán ez a burnout szindróm, amit említettél, Márton, az elér. Mondom ezt úgy, hogy én magam is ennek elszenvedő alanya voltam, tehát amiről beszélek, azt átéltem. És azt gondolom, hogy folyamatosan örlődnek ebben a vállalkozók, de nagyon jó ez a kép, amivel most itt zárunk. Zita, nagyon köszönjük, hogy itt volt velünk, nagyon hasznos és érdekes dolgokat mondottál. Köszönöm én is a beszélgetést mindenkinek.